Új építőipari programot indít a kormány a városok rozsdaövezeteinek újjáélesztésére, jelentette be ma az operatív törzs sajtótájékoztatóján Fűries Balázs. A program keretein belül újfajta akcióterületeket alakítanak ki, melyeken áfamentessé tennék az albérleteket, és 5%-ra csökkentik az új lakások áfáját. Az országos tiszti főorvos ismertette a sajtótájékoztatón a legfrissebb járványügyi adatokat. 505-re nőtt a halálos áldozatok száma, újabb 6 krónikus beteg hunyt el. De jó hír, hogy emelkedik a gyógyultak száma is. Már 1856-an távoztak egészségesen a kórházakból. Müller Cecília elmondta azt is, az elhunytak csupán 4%-ának nem volt valamilyen alapbetegsége. Habár lecsengőben van a járvány hazánkban, az időseket védő vásárlási sáv 9 és 12 óra között fennmarad. Valamint Müller Cecília kiemelte azt is, semmiképpen nem elfogadható, ha egy egészségügyi szolgáltató nem ad pontos időpontot a betegeknek. A sajtótájékoztatón elhangzott, a különleges jogrend helyébe az egészségügyi válsághelyzet lép. Magyarország felkészül a koronavírus második hullámára. A különleges jogrend helyébe az egészségügyi válsághelyzet lép.